A legelső feladatunk az lesz, amit Árpi elkezd, az a kérésem, hogy még meg folytassuk. Köszönöm szépen! Hát tényleg, újra itt vagyunk. Ezután, a másfél év után, amire be voltunk, hogy igazából csukva, és én csak hálával és köszönettel tartozom nektek, hogy vállaltátok, hogy eljöttök, és így felléptek, és azt, hogy mi lesz majd a jutalom, azt majd a polgármester úr köszöntője után elmondom. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Mint Győr Ugrád polgármester, én vagyok a legboldogabb, hogy újra ilyen szép számmal látom Önöket itt. Ez azt jelenti, hogy össze lehetett újra jönni, és talán egy picit ez a tiltások, ezek a bezártságok egy picit lazultak, és ennek örömére Önök itt lehetnek. Mikor mondták, hogy jönnek, mondom, végre újra embereket látni ebbe a hivatalba, mert az ügyfeleken kívül azért nem nagyon volt rendezvényünk ebbe az elmúlt másfél évben, de ezt önök ugyanúgy tudják, mert önöknek ugyanez ez gát volt. Nagyon örülünk, hogy ide jöttek Győr Újbarátra, nagyon örülünk neki, hogy ennyien megtiszteltek bennünket és eljöttek, és remélem ez a mai nap mindenkinek egy picit szabadságot, felszabadultságot, örömet, egy picit visszatekintve a múltra, hogy igen, régebben ezek így voltak, sokkal sűrűbben voltak ilyen találkozások, de reméljük, hogy a jövőben nem kell ennyit várni, mire újra itt össze tudunk jönni, akár itt, akár máshol, és mindenkinek azt kívánom, hogy ez a mai nap nagyon kellemesen, nagyon jól és nagyon boldogan, nagyon emlékezetesen teljen, és az emlékezetben az legyen, hogy valami jó történik, és hogy újra nyithatunk. Köszönöm szépen is azt is, hogy eljöttek. Tiszteltek, köszönöm. Köszönjük szépen a polgármester úr kedves szavait. Hát igen, június 1-én Gyirmóton a Covid után is van élet címmel nyitottunk, és nagyon sokan panaszkodtatok arra, hogy még nem volt olyan lehetőség, hogy gyakorolni, fellépni. Hát kérném szépen, akkor itt az első alkalom, amikor már tudtatok készülni, és tovább lépésre is van lehetőség. Méghozzá az országos dalos találkozót augusztus 24-én és 25-én tartjuk a régi kis Hilton, ott fönt a Káptalan dombon helyiségében, és a vezetőség úgy döntött, hogy az, aki innen jelentkezik, tehát itt van, bemutatkozik, jól érezzük magunkat, jöhet oda is az országos megmérettetésre, ott már zsűri előtt, itt viszont nem lesz zsűri. Tehát aki szerepelt és oda megy előre a regisztrációhoz, kap egy ilyen jelentkezési lapot, kitölti, és a következőt tudom felajánlani. A ottani regisztrációs díj 2000 forint, de ha valaki még befizet hozzá 1500-at, akkor azt elengedjük, és gyakorlatilag 3500 forintos vacsorát rendelünk neki, és akkor Árpi zenéjére nagyon-nagyon jól fogunk mulatni 24-én este. A csoportoknak meg azt tudom felajánlani díjként, hogy a oklevél mellé, vagy elismerő oklevél mellé jelentkezhetnek Balatonfüredre, ami augusztus 28-a, 29-e, 30-a, maga a kórus találkozó az 29-én lesz, és az is egy országos szintű megmérettetés, és a jelentkezési lapnak a kitöltésében még segítünk is. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy tényleg eljöttetek, és én kívánok mindenkinek felszabadult, nagyon jó szórakozást, és most átadom a szót Zsuzsának, aki levezeti az egész műsort. Köszönöm szépen!
Remélem, hogy ez a mai nap mindannyiunk számára nagyon tartalmas és nagyon kellemes lesz. Egy nagyon kedves barátom a minap azt mondta nekem, hogy figyelj, tudod, ha valakinek bánata van és azt elmondhatja, akkor a bánat az megfeleződik, az lecsendesül. De ha öröme van és elmondhatja, akkor az öröm az megsokszorozódik. Ugye nem is kívánhatnék más, mint az, hogy az az öröm, amit ma itt a színpadról egymásnak adhatunk, az sokszorozódjék meg és maradjon velünk. És akkor elsőnek kérem a színpadra a fit mamikat. Én biztos vagyok benne, hogy mivel ők örömtáncot táncolnak, nagyon jó kedvet fognak ide csalogatni. 4 éve alakult a csoportjuk, és évente 6-7 fellépésük van falunapokon, és mindenütt, ahová meghívják őket. Fogadjuk őket szeretettel. Chili, dance your cha-cha, bala chili, cha-cha, dance so feel your body hot, you got another shot, feel your body, shake your body hot, bala chili, cha-cha, bala chili, cha, dance your cha-cha, bala chili, cha-cha, dance so feel your body hot, you got another shot, feel your body, shake your body hot, bala chili, cha-cha, bala chili, cha, dance your chili, cha-cha, bala, chili, cha-cha, dance, so feel your body hot, you got another shot, feel your body, shake your body hot. Mikről még annyit, hogy ez a póló, ez egy teljesen új darab, most avatták föl, remélem, hogy mindenkinek tetszett. És akkor kérem a színpadra a Cserók Nóta Klubot, legyetek kedvesek színpadra lépni. 2009-ben alakult a klubjuk, és céljuk, hogy a helyi és a regionális hagyományokat ápolják, és azokat előadják. A kórus kíséri Péter János tangóharmonikán, már halljuk is, vezetőjük Sebestyén Tamás. Yeah.
Hát nagyon szépen köszönjük, ez igazán nagyon egyben volt, rendület, erő, nagyon klassz volt. Köszönjük szépen, remélem elég szakmai volt a megfogalmazásom, nagyon klassz volt. És akkor most Mozgai Évit kérném szépen, hogy maradjon a színpadon, őt pedig majd a Gyöngyvirág együttes fogja követni Abdáról, úgyhogy addig legyetek kedvesek előkészülni. Mozgai Évi gyönyörű hangjával és végtelenül kedves egyéniségével mindig örömet szerez hallgatóinak. Különböző tanfolyamokon, énektáborokban vett részt, hogy képezze magát zeneileg. Hogy szívből énekel, azt minden alkalommal bizonyítja. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, fogadjuk őt szeretettel, és azt szeretném mondani, hogy szabad együtt énekelni a színpadon állókkal, sőt kötelező, és kötelező tapsolni. Tavasszal kinyillott a gyöngyvirág, letéptem én azt neked. Cserébe adtad te a szívedet, ragyogott a két szemed. Miénk a tavasz, a nyíló virág, szívünkben tombol a nyár. Jöhet az ősz, vagy az orgyék virág, az ajkunk csókokra vár. Kezedbe adtam én az életem, vigyázz majd mindig rám. Válladra hajtom a kócos fejem, csókodat érzi a szám. Hosszú az út, ami vár még reánk, de mindig együtt megyünk. Álmunkat őrzi majd a gyöngyvirág, boldog lesz az életünk. Álmunkat őrzi majd a gyöngyvirág, boldog lesz az életünk. Köszönöm szépen! A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület következik Abdáról. A dalkör régóta szerepel a Pannon Egyesület által szervezett művészeti fesztiválokon. Sajnos a koruk és a betegségeik miatt többen is kimaradtak a kórusból. Többféle műfajban próbálták már ki magukat, énekeltek katonadalokat, rábaközi, szigetközi, vasi népdalokat, operettdalokat, de a népdalok állnak szívükhöz a legközelebb. Különböző versenyeken többször jutalmazták őket arany, ezüst, bronz éremmel. A járvány miatt hosszú ideig nem próbálhattak, így ma különösen örülnek a lehetőségnek, hogy találkozhatnak a régi barátokkal. Zenei vezetőjük Szórádi Árpád. Kérem Bolla Józsefnét és Horváth Lászlónét, hogy készüljenek. Kis fej lóvamra,
És van-e valakinek kifogása az ellen, hogy esetleg viszont láthatja magát a YouTube-on? Mindenki megbékélt azzal a tudattal, hogy szerepelhet. Akkor kérném a színpadra a testvérpárt, Bolla Józsefnét és Horváth Lászlónét, Ilonkát és Irénkét. Szívesen fellépnek a település rendezvényein, Sokoró-Párkán, de szívesen tesznek eleget máshonnan érkező felkéréseknek is. Szeretik megméretni magukat, hiszen több kiemelt arany, bronz minősítéssel rendelkeznek. Szegád felől, jön egy fekete felhő. Szaladj kislány, mert megárad az első. Nem szaladok olyan nagyon, fáj a szívem, sajog nagyon. Azért sajog olyan nagyon, elhagyott a galambom. Nem szaladok olyan nagyon, fáj a szívem, sajog nagyon. Azért sajog olyan nagyon, elhagyott a galambom. Horváth Istvánné Csonka Marika következik, őt majd Torkos József követi. Kérlek, készülj. Marika azt vallja, hogy nóta nélkül nem lehet élni. A dal az ének sok betegségtől kigyógyította. A hangját édesapjától örökölte, szívesen lép fel nyugdíjas rendezvényeken, versenyeken, és nagyon sok szép eredményt elért már. Fogadjuk szeretettel! Nem tudom az életemet, hol rontottam én el. Gyógyítgatom a szívemet a cigány zenével. Elhúzatom halkan csendben, hogy ebbe a szerelembe bele. Nyárban engem elhervadni. Nyári este panaszkodom a csillagos égnek. Ha te engem nem szeretsz már, én minek is élek. Te vagy az én legszebb álmom, te vagy minden boldogságom, szeretlek a sírig. Síromon a legszebb virág, csak te néked nyílik. De úgy fogok én meghalni, ahogyan éltem, akkor is csak cigány húzza, akkor se lesz pénzem. Csak egy valaki jár utánam, talpig fekete ruhában, az gyászol meg engem. Életemet számon tőle kérem. Csak egy valaki jár utánam, talpig fekete ruhában, az gyászol meg engem. Az elrontott életemet számon tőle kérem.
Köszönjük szépen, Marika, most is olyan jól mulattunk, mint ahogy az előadásai során szoktuk. Köszönjük még egyszer. Torkos József következik, őt Tengelics Erika követi majd. Józsiról annyit kell tudni, hát annyit, sok mindent kéne róla tudni, de a lényeg, hogy rendszeresen fellép ő is a fesztiváljainkon, mindig szeretettel fogadjuk, és nagyon sokféle minősítést elért már, remélem most is tetszeni fog a produkciója. Kívánok jó szórakozást hozzá! A faluba nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a jegyző, a másik meg a kapuba neveti, neveti, hogy ő meg a segédjegyző szereti, szereti. Tek a vénasszonyok a padra, úgy is tudom, róla folyik a plecska, nem kérem én a jó Isten, csak arra, valamennyi ragadta le a padra, nem kérem én a jó Isten, csak arra, valamennyi ragadta le a padra. Nem kérem én a jó Isten, csak arra, valamennyit ragadta le a padra, nem kérem én a jó Isten, csak arra, valamennyit adja férhez szabadra, szabadra. Köszönjük szépen, Józsi! No, kérném szépen, akkor Tengelics Erikát fogjuk most meghallgatni, és utána Fekete László következik majd. Szeretném elmondani, illetve szeretném megkérdezni, hogy Torkos Józsit kikísérte, mert nekem nem írta föl a citerás nevi. Varga Zoltán? Jó, köszönjük Varga Zoltánnak a kíséretet. Tengelics Erika, megérdemli, köszönjük szépen. A Vas megyei Kenyeriből érkezett. 7 éve áll színpadon, magyar nótákat és népdalokat énekel. Kulturális fesztiválokon, falunapokon, hagyományőrző ünnepségeken, idősek rendezvényein szokott fellépni, különböző versenyeken arany, ezüst, bronz minősítést kapott. Fogadjuk nagyon sok szeretettel! Megkérdeztem egy virágtól, mely egy síron nőtt magától. Mondd meg nékem, te kis virág, szebbé, jobbé a más világ. Azt felelte a kis virág, nem szebb, nem jobb a más világ. Mert akinek bánata van, itt is, ott is boldogtalan. Mondjátok hát, kis virágok, látom-e még, akit várok? Vajon hozzám visszatér-e, leszek-e még boldog? Ülök-e még véle szemben, nézem mélyen a szemembe. Kis keretemben búsan állok, nem felelnek a virágok. Ülök-e még szemben, nézem mélyen a szememben.
nagyon köszönjük Erikának, és talán nem haragszik meg, ha elmondom, hogy egy nagyon súlyos betegségem van túl, és hálás a sorsnak, hogy a hangja így visszajött, hiszen tudjuk, hogy ez mit jelent. Nagyon jó egészséget kívánunk a továbbiakban, és sok sikert. Köszönjük, hogy itt voltál. Fekete László következik, aki nagyon-nagyon sok, hát több klubnak is tagja, és a mottója az, hogy nem élhetek muzsikaszó nélkül. És Kaszás Lászlónét kérem, hogy készüljön. Parancsolj, tiéd a cím. Kék ne felejts, kék ne felejts, virágzik a virágzik a tópartján. Beteg vagyok, fáj a szívem, nem sokáig, nem sokáig élek már. De nem az én, hanem az én koszorú. Nem azért, hanem azért, koszorút, ha meghalok, a síromra, síralmomra, ne felejts ből fonnyatot. Kék ne felejts, kék ne felejts a hűségnek, a hűségnek virága. De sok szőke, barna kislány megcsalt engem, megcsalt engem hiába. Ha meghalok a síromra, ne felejtsed, tegyetek, hadd tudják meg, hogy nem én, hanem ők csaltak meg engemet. Ha meghalok a síromra, ne felejtsed, tegyetek, hadd tudják meg, hogy nem én, hanem ők csaltak meg engemet. Köszönöm szépen! És akkor következik Kaszás Lászlón és Zsuzsi, őt pedig Timár Antal fogja követni, kérlek készülj. No, kérem szépen, Zsuzsi azt írta magáról, hogy számára a dal, az ének, az mindent jelent. Ő is különböző klubokban szerepel, énekel, és nagyon szívesen lép fel, és nagyon szívesen énekel annak, aki szívesen meghallgatja. Fogadjuk őt is szeretettel. Keressük a hangot. Ha majd az alkony lehull, a kerek megy bolton csillaghagyul, egy szög csak váratlanul, valahol felzeng egy csellón a húr. A vén Buda
erdai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a légy ott este a ruszburmnál, mint a mesehalk muzsika száll. Felrepül egy sóhaj, csók fakad a csókkal, nyár tüze vagy hóban áll a pál. Jöjj ide a várba, nem leszel te árva, majd valaki várva vár. Ez persze csak jó tanács, lehet, hogy máshol még nem így szokás. Ám hogyha Budára jársz, szíveddel hallgast, hogy mit mond a hás. A vén budai hársfák békésen suttognak, elpihen a lombokon a szél. Már hold ragyog a bástyán, úgy érzed, boldog vagy, lágyan egy kis kéz kezedhez ér. Oly jól esik a légy ott este a ruszburmnál, mint a mesehalk muzsika száll. Jöjj ide a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Jöjj ide a várba, nem maradsz te árva, mert valaki várva vár. Köszönöm szépen! Gyere, tupicám, az ölembe cicám, hisz nincsen abban semmi szégyen, újítsuk fel, hogy volt régen, mikor te meg én a liget rejtek én, egymásra leltünk szerelem terén. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Lennyikorogtak a kerekek, felettünk nevetett a teli hold, miközben a lovacskák pattukoltam Budánát. Eloltottam égő ajkacska lámpát, éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Rügyeztek a fák, s te idottad a szád, a Van Peticsben banda játszott, messziről egyszer kovácsot szálltanult a szád. S amíg az est beállt, az omnicsek ránk száz gyönyörrel várt. Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Lennyikorogtak a kerekek, szelettünk nevetett a teli hold, miközben a lovacskák pattukoltak Budánát. Eloltottam égő ajkacska lámpát, éjjel az omnibusz tetején, emlékszel kicsikém, de csuda volt. Kicsikém, de csoda volt. Köszönöm. Most leiszom magam.
Köszönjük szépen, Zsuzsi. Timár Antal következik, és őt Gulyás Jánosné fogja követni. Timár Antal több mint 20 éve énekel magyar nótát, sanzonokat, katonadalokat. Tagja a Győri Nóta Egyesületnek, a Szabadhegyi Nóta Klubnak, a Gyárvárosi Dalkörnek, az Obsitos Daládának. Különböző versenyeken mérettette meg magát, az Országos Dalos versenyen az Év Dalosa címet nyerte el. Fogadjuk szeretettel Timár Antalt! Szeretem a kertet, mely a házad körül virul. Szeretem a sejmet, mely a derekadhoz simul. Szeretem az ablakodban integető virágot. De szeretném megölelni körülötted ezt az egész világot. Szeretem a holdat, mely a fejed fölött ragyog. Szeretem az Istent, aki téged nékem adott. Szeretném a lábad elé szórni minden virágot. De szeretném néked adni körülötted ezt az egész világot. Szeretném a lábad elé szórni minden virágot. De szeretném néked adni körülötted ezt az egész világot. Gőn a dorozsmai határban, de sok pacsirta madárka van. Szebb ott az aranykalásznál, most is a lelkem csak arra jár. Giling, galang, szólt a harang, boldogságom határtalan. A dorozsmai határban, de sok pacsirta madárka van. Giling, galang, szólt a harang, boldogságom határtalan. A dorozsmai határban, de sok pacsirta madárka van. Nem forog a dorozsmai szélmalom, szélmalom, szélmalom. Talán nekem kellene meghajtanom, meghajtanom, meghajtanom. Nyikorog a kereke, mert új, nem forog, amikor a szél fúj. Jaj, de forog, hogyha hajtom, háromszor is visszatartom. Jaj, de feltörte a markom. Ün a dorozsmai határban, de sok pacsirta madárka van. Nézzebb ott az aranykalásznál, most is a lelkem csak arra jár. Giling, galang, szólt a harang, boldogságom határtalan. Kint a dorozsmai határban, de sok pacsirta madárka van. Köszönjük szépen Tóninak, olyan jó lett volna táncolni rá. Akinek van kedve, nyugodtan
ropjon egy jót, mindjárt másképp fogjuk nézni a világot, mint előtte. És akkor most Gulyás Jánosné következik, őt pedig Frankó Ferenc fogja követni, légy szíves és készülj, követni fogod, igen. Elég keveset írt magáról, annyit, hogy a Gyárvárosi Nótaklubnak és a Szabadhegyi Nótaklubnak is tagja, és nagyon szeret énekelni. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, virágos a kedvem, ha a cigány húzza, hajlik szívem jobbra, balra, mindegy neki szőke vagy barna, nem vagyok én olyan válogatós fajta. Hajlik szívem jobbra, balra, mindegy neki szőke vagy barna, nem vagyok én olyan válogatós fajta. Rólunk beszél már az egész világ szája. Azt mondják, hogy te vagy az én szívem párja. Tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Köszönjük szépen, olyan szép az élet, gyerekek. Frankó Ferenc következik, és Magyar Balást kérem, hogy készüljön. Frankó Feri annyit írt magáról, hogy nagyon szeret énekelni, higgyük el neki. Célja a magyar nóta hagyományának megőrzése. Tiéd a színpad, parancsolj! Messze van a kicsi falu, de a tornya mégis ide látszik. Kis falunknak utcáiban az akácfa éppen most virágzik. De szeretnék hazamenni, kis falunk. De szeretnék harangszónál valakire szép dobogva várni. De szeretnék virágokból valamennyit egy csokorba szedni. És egy forró nyári este ablakodba lopva oda tennék. Könnyeimmel megöntöznék, megcsókolnék minden szál virágot. És azután úgy, mint régen, véled együtt járni a világ. Könnyeimmel megöntözném, de megcsókolnék minden szál virágot. És azután úgy, mint régen, véled együtt járni a világot. Igaz, hogy már elhangzott, de esmétlés a tudás annyi, és lehet ez kétszer is, nem? Mégpedig az, hogy ennek a kislánynak rövid az anyája. Mondtam az anyjának, hogy vajon fodrot rája. De azt mondta,
kedves édesanyja, hogy nem barkodrod rája, mert akinek ne tetszik, ajánya ne járjon után. Mert azt mondta kedves édesanyja, nem barkodrod rája, akinek nem tetszik, ajánya ne járjon után. Ennek a kislánynak hosszú a kötő, nem figyel, mondtam az anyjának, vágjon le belőle. De azt mondta kedves édesanyja, hogy nem vág le belőle, mert előbb is, utóbb is, asszony lesz belőle. Mert azt mondta kedves édesanyja, hogy nem vág le belőle, mert előbb is, utóbb is, asszony lesz belőle. Köszönöm, köszönöm, már megyek is. Köszönjük szépen Ferinek, ez tényleg jókedvet csinált nekünk. Szeretjük a jókedvet, igen. Magyar Balást kérem a színpadra, őt pedig a Tápi Bokréta Nyugdíjas Klub fogja követni. Magyar Balázs 67 éves nyugdíjas, Győrött kisbácsán él feleségével. Az ének, a nóta szeretete végig kísérte az életét. A főiskolai, a katonassági és a munkahelyi közössége különböző összejövetelein mindig szólt a nóta. A nyugdíjba vonulásával több ideje jut kedvenc hobbiára, az éneklésre. 9 éve a győri gyárvárosi daloskör tagja. 19-től aktív résztvevője a Győr-Szabadhegyi Nóta Klub összejöveteleinek és rendezvényeinek. 2019-ben a Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők országos találkozóján aranyminősítést szerzett. Másfél éve csatlakozott a győri Határtalan Dallamok Együttes énekkarához. Így jegyezném meg, szeretném, hogyha minél többen tudnátok maradni, mert még nagyon sok meglepetést és nagyon sok kellemes percet tartogatunk a számotokra. Akkor most Magyar Balást hallgassuk és fogadjuk sok szeretettel. Hegedülnek szépen muzsikálnak, jó kedve van az egész világnak, ugrándoznak, járják a bolondját, én nem tudom, nékem csak úgy mondják. Nem tudok én is semmit e világról, én miattam leeshetik lábról. Csak azt tudom, hogy szeretlek téged, fáj a szívem, majd meghalok itt. Csak azt tudom, hogy szeretlek téged, fáj a szívem, majd meghalok érted. Már ezután úgy élem világ, kis kalapom a jobb szememre vág, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet vág, jobb szememről a bal szememre vág.
szerelő kis könyvemet vár. Már ezután két szerető tart, az egyiktől a másikhoz jár. Ha az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az meg. Megyek a másikhoz, majd az meg vége. Köszönöm szépen, és hát a mai nótáimat elsősorban a kedves feleségemnek szeretném ajánlani, akivel 45 éve, augusztus 6-án kötöttünk házasságot. És jó egészséget! Hát szívből gratulálunk Szilvikének is, Balázsnak is, azért ez szép teljesítmény. A Tápi Bokréta Nyugdíjas Klub következik. Az énekelni szerető klubtagokból alakultak 8 éve. Elsősorban a maguk és egymás örömére, szórakoztatására énekelnek, kísérettel vagy anélkül. Nagy céljaik nincsenek, a falusi rendezvényeken, falunapon, adventkor szívesen szerepelnek. Ma párválasztós népdalokat fognak énekelni, citera kísérettel. Reméljük, hogy a dalos kedvük még sokáig megmarad, és még máskor is, nem csak az Örök Ifjak Fesztiválján, hanem számos alkalommal találkozhatunk velük. A népdalkör után Takács Tiborné szólója fog következni. Serenyén utcák a hatórán, minden kislány zárja a babáját. Én is azért jöttem a fonóba, a szeretőm kísérjen majd haza. Köszönjük szépen a bokrétáknak, további jó egészséget, kellemes együtt töltött perceket kívánunk nektek. Most Takács Tibornét fogjuk hallani, a Bokréta Együttes vezetőjét. Egy magyar nóta csokorra készült. Szüleitől ragadt rá az éneklési kedv. Édesapja először hegedült, később harmonikázott, ő pedig 50 évesen kezdte zenei karrierjét, és akkor fogott a kezébe citera pengetőt. Gyakorlással odáig jutott, hogy kísérni is tudja a dalkörös énekeket, ha nem is szabályosan. Élete minden szakaszában tartozott valamilyen kórushoz, sokféle stílust kedvel, mára leginkább a népdalok és a régi magyar nóták a kedvencei. Most egy magyar nóta csokrot énekel, kíséret nélkül. Kérem Sörös Jánosnét, illetve a Kertbarátok klubját töltéstaváról, hogy készüljön. Nem tudom, hogy szeretem-e, csak valamit érzek.
valamit a szívem táján, ha szemébe nézek. Megremeg a lelkem tőle, jaj, de nagyon sápat lesz az arcom. Úgy érzem, ha más szeretne, meg kellene halnom. Akármit is tehetsz vélem, gyönge vagyok, gyáva. Lesz-e még a szerelmének hajnal hasadása? Ha bárhol vagyok, lépten nyomon, éjjel-nappal mindig csak őt látom. Nem tudom, hogy szeretem-e, mégis hozzá vágyom. Ha bárhol vagyok, lépten nyomon, éjjel-nappal mindig csak őt látom. Nem tudom, hogy szeretem-e, mégis hozzá vágyom. Köszönjük szépen Juditnak. Én tudom róla, hogy nagyon szépen mond verset, sok versenyen vett már, szavaló versenyen vett részt, sőt, meséket csodálatosan mond. Úgyhogy gratulálunk, és nagyon szépen köszönjük. További jó egészséget kívánunk. Kívánunk neki is. Most a Kertbarátok klubja következik Töltéstaváról. A Katica tánccsoport vezetője, Cserepesné Pap Mária halála után úgy döntöttek, Frankó Feri, rossz vagy. Úgy döntöttek, hogy folytatják a táncot Marika emlékére, tiszteletére és a saját szórakozásukra. Több szép eredménnyel, új vezetőjükkel száguldanak a sikerek felé. A little walk down the side.
hotter than a hoochie-coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, way down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just a living for the minute. Yeah, went down yonder on the Chattahoochee. Never knew how much that muddy water meant to me. But I learned how to swim and I learned who I was. A lot about living and a little about love. Got caught. Thank you.
not okay. Oh, you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think it understands. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man.